igazságos eredmény született, az, hogy mondjam. Dolgoztunk azért, hogy felépítsük az előnyt, de az ellenfelünk is egy nagyon jó szervezet hokit játszott, fel voltak készülve a mi játékunkra, és sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe is, és bár egy pontot el tudtunk hozni, de azért vannak olyan területek, amin egy kicsit csiszolunk, azokat már megnéztük, átbeszéljük a csapattal, és a Klagenfurt ellen kicsit jobban fogjuk végrehajtani. Yeah, we worked on power play a little bit last week. You know, we got a couple lucky bounces and kept it simple, and hopefully we can keep doing that in the next game. Keep it simple. I mean, when we get too complicated and too cute, that's when our power play struggles. And to have an effective power play, you just got to keep it simple and get shots through and go to the net for rebounds. Hát rengeteg apró dolgon, amire figyelniük kell, ugye ebbe az a megfelelő öt játékos, akiben benne van ez a támadó szellem, és tudják, hogy kell forgatni a korongot. Megpróbáljuk az ellenfelet minél jobban széthúzni, szétnyitni őket, és azokat a keresztpasszsávokat megnyitni, és elengedhetetlen egyértelmű az, hogy agresszívak legyünk a kapu előtt, és rengeteg megfelelő lövés szúdítsunk a kapujukra. Nagyon jól szervezett csapat, nagyon jól össze vannak rakva, és fegyelmezetten játszanak a pálya minden területén, legyen az védekezés vagy támadás. Eddig azért meg is gyűlt velük a bajunk, de igazániból még mindig azon vagyunk, hogy a saját játékunkat tökéletesen megvalósítsuk ellenük, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz tovább. You gotta outwork them. I mean, Klagenfurt, they're a very good team. They've been a good team every year I've been in the league, and they'll work hard, so you got to match that intensity and play simple hockey and hope for the best.